Közel 10 évvel ezelőtt jött a legendárium ötlete. Ugye mi nem egy néprajzi intézmény vagyunk, hanem inkább egy hiánypótló ötletet találtunk ki, hiszen ugye sajnos a székelyföldi mondák és legendák nem voltak egy helyre összerostálva, úgy, ahogy mi ezt megtettük a legendáriummal. Készítettünk ugye a történetek mellé ilyen kis rajzokat gyerekeknek, tehát gyerekbaráttá tettük gyakorlatilag a székelyföldi mondákat és legendákat. Kezdetben csak egy térképpel indultunk, nem volt szándékunk ilyen nagy projektet létrehozni, ezt a közösség alakította, és mindenki jött, hogy hát de miért nincs könyv, miért nincs ez, miért nincs az, milyen jó, hogy tetszik a gyereknek. Készül a 13 részes rajzfilm sorozatunk, ez is nagyon fontos lépése lesz a legendáriumnak, amikor a rajzfilm csatornákon, igen, a nyugati rajzfilmek mellett látunk egy erdélyi, székelyföldi magyar rajzfilm sorozatot. Hajdanán, egészen pontosan a világnak kezdetén, amikor a Jóisten a Földet teremtette, és mindenféle anyagnak bővében volt, legeslegelőször Székelyföldet teremtette. Ez abból is látszik, hogy nincs a világon annyi tündér, manó, ördög és óriás, annyi égben nyúló hegy, suhogó erdő, földből feltörő borvíz, felhők fölé meredő szikla, mint amennyi ezen a tájon. Egy papbácsi Csíksomjón, mielőtt vetítettük volna a Babba Mária rajzfilmet, ugye teszteltük bent a templomban a vetítővásznat, nézegettük a laptopon, hogy minden működik, és egy papbácsi odajött mellém, hát idős volt, és úgy nézte, és kezdte, ez mi az. És mondom, ez a rajzfilm a kecszoborról szól, gyerekeknek egyszerre bemutatja a kecszobornak a legendáját, és így rám néz, és azt mondja, azt a milyen jó eszköz, ez többet ér egy parlamenti veszekedésnél, vagy Brüsszel, vagy milyen jó, hogy a világban így ismernek meg minket. Tehát nekünk igen, az a legendárium küldetése, egyszerűen fogalmazva, hogy a külföldi gyerekek, ha gyerekkorukban megismerik mi az, hogy székelyföld, vagy székelyemberek, beszéljünk itt román gyerekről, németről, angolról, teljesen mindegy, ők fogják tudni azt, amikor felnőnek, és a parlamentben beszélgetnek arról, hogy rólunk, akkor igen, fogják tudni, ők látták azt a rajzfilmet, és kötődni fognak hozzá, mivel jó rajzfilmet kell, ehhez készítsünk.